Sziasztok! Egy újabb hónap eltelt, ami azt jelenti, hogy itt az idő, hogy megismerkedjetek a júliusi kedvenceimmel. A hónapban az egyik kedvenc sminktermékem az Essence-nek az All About Nude szemhéj puder palettája, amit már mutattam egy részletes tesztben a blogon. Ahogy a neve is mutatja, nagyon természetes árnyalatokat tartalmaz. Vannak benne inkább ilyen rózsaszínes, lilásabb árnyalatokat tartalmaz, és én egyébként így hétköznap ilyen barnás, illetve földszíneket szeretem, úgyhogy jó volt ez a kis változatosság, mert annak ellenére, hogy természetes árnyalatok, azért mégsem azok a szokásosak, amiket viselni szoktam. Úgyhogy nekem nagyon megtetszett a színválaszték, illetve a pigmentáltságuk is nagyon jó. Megmutatom például ez a két sötétebb árnyalat, ez kifejezetten erősen pigmentált. A többivel sincsen gond, azok kicsit keményebbek, illetve nehezebben lehet előhozni a színüket, de teljesen jól működnek. Kedvenc szempillaspirál mindenképpen a Max Factor Wide Mega Volume szempillaspirál volt. Szerintem ez már néhány hónappal ezelőtt már szerepelt itt a kedvenceim között, de sokszor úgy vagyok, hogy elkezdek új szempillaspirált használni, leragadok mellette, aztán visszatérek régi kedvencekhez, megint másokat használok, megint a régiek közül keresek, és most megint így előkerült ez a Max Factor szempillaspirál, és ez valami hihetetlenül csodaszép szempillákat csinál, és egészen különleges keféje van neki, ide rakom, itt jobban látni talán. Tehát ahogy láthatjátok, ilyen érdekes formája van, hogy középen keskenyebb, és a két szélén kiszélesedik. Minden pillanat könnyen el lehet vele érni, annak jobban örülnék, ha ez a teteje is inkább a keskenyedő bemenne, mert akkor a belső szemzugból, illetve a külső szemzugból jobban el tudnánk érni a szempillákat, de így is nagyon szeretem. Kedvenc parfüm egyértelműen a Kenzo Flower Tag nevű illata volt, amit imádok. És érdekes, hogy ezt a parfümöt egy blogger találkozón kaptam, és nagyon-nagyon finnyás vagyok illatok szempontjából, úgyhogy nagyon örültem, hogy pont egy olyan illatot kaptam meg, ami nagyon tetszik. Felolvasom, hogy milyen összetevői vannak, mert borzasztóan nehéz illatokat leírni. Tehát ez virágos, gyümölcsös illatkategóriába tartozik. Illatjegyek mandarin, fekete ribizli, rebarbara, jászmin, gyöngyvirág, bazsarózsa, pézsma, vanília, tea. Ami ezek közül nekem hihetetlenül kedvencem, tehát ami benne van, gyakorlatilag azt már imádom, az a gyöngyvirág és a bazsarózsa. Ennek tényleg egy nagyon friss, nagyon kellemes nőies illata van. És amit észrevettem magamon, hogy ha megyek valahová, elkészülök, felöltözök, sminkelek, stb., és utána megyek oda a parfümjeimhez, hogy magamra fújjak valamit, és meglátom ezt a parfümöt, és tudom, hogy igen, igen, azt kell, és ez egy ilyen utolsó kis simítás magamon, úgymond, és annyira ilyen magabiztosságot ad, mert tényleg ez számomra szerintem ez eddig a legnagyobb kedvenc illatom. Ez áll eddig hozzám a legközelebb, pedig sok illatot próbáltam, és nagyon sokkal úgy voltam, hogy ez most a nagyon-nagyon nagy a kedvencem, de ez eddig az összeset felülmúlta, úgyhogy Kenzo Flower Tag. Like. Igazából sminkek, illetve kozmetikumok ennyi lett volna összesen. Ez igazából azért van, mert ugye a hónap első felét csak ágyban töltöttem, mert bárányhimlös voltam, úgyhogy nem is akartam nagyon kenni magamra semmit, nem is lett volna értelme, meg fölösleges is lett volna. Úgyhogy kevés újdonságot próbáltam ki. Még egy dolog, amit a szépség kategóriába tartozik, azok a körömlakkok. És a kedvencem ez a kis rózsaszín szett volt, ez a H&M-ből van. Összesen azt hiszem 1500 forint ez az 5 darabos szett, ami szerintem valami verhetetlen áll, mert ha úgy nézzük, egy darab körömlakot 300 forintért kapunk meg. Van benne 4 rózsaszín árnyalat, illetve egy fedő, illetve alaplak, ezt még nem próbáltam. Ezt a 4 árnyalatot szoktam úgy használni, hogy mindegyik körmömet más színűvel festem ki, és a végén egyet fehérrel, egyébként most is így van a körmeimben. Nagyon szeretem őket, alapból imádom a rózsaszín árnyalatokat, úgyhogy így, hogy ez egy kis szedve volt együtt, ez teli találat volt számomra egyébként, mert nagyon sok H&M-ben kerestem ezt a szettet, mert az interneten néztem H&M weboldalán, hogy van egy ilyen, létezik egy ilyen kis szett, úgyhogy nagyon sok H&M-ben mentem, és szinte sehol nem volt, és végül a vecsési H&M-ben találtam meg, úgyhogy ennek nagyon örülök. Egyébként tartóságuk nagyon jó, és például a legsötétebb árnyalatot, mert már elég egy rétegben használni, annyira jól fed, a többit azért két rétegbe kell használni.
Kedvenc kiegészítőm ez a kis kígyós karferec volt, amit már több videómban is mutattam, de ez igazából ötvözi azokat a dolgokat, amiket szeretek egy ékszerben. Karkötőkben szeretem ezeket a merev karpereceket. Szeretem a kígyós dolgokat, bármilyen kígyó mintás, kígyó motívum, úgyhogy ez nagy kedvenc. Szerintem szuper jól néz ki. Ha már az utóbbi videókban bírált helye volt a kedvenc táskáimnak, ezért ebben a videóban is szerepelni fog egy kedvenc táska, ami nem más, mint ez a kis fekete táska. Ezt az OSF-ről rendeltem. Akinek ismerős, annak azért lehet ismerős, mert Rebecca Minkoff termezésében egy teljesen ugyanilyen táska elég nagy népszerűségre talált már, és az a táska nekem nagyon tetszett, de viszont borzasztó drága volt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a kis hasonmását, ami teljesen ugyanúgy néz ki. Pont tökéletesen beleillik a pénztárcám, még be könnyen bemegy, de amikor ki kell venni, akkor mindent ki kell vennem egyesével, és úgy nagy nehezen ki tudom húzni, úgyhogy valószínűleg egy kicsit kisebb pénztárcára kell váltanom, de egyébként, ha mondjuk csak vásárolni mentek, vagy csak valahová ilyen rövid időre, akkor pont tökéletes méretű ez a táska, belefér pénztárca, illetve zsepi, kulcsok, stb. Tehát az ilyen legfontosabb dolgok. Van ugye egy nagy zsebrésze itt, ebben van egy kis ilyen telefontartós zseb, illetve van egy cipzáros zseb is a másik oldalán, illetve ha kinyitjuk ezt a kis akármicsodát, akkor itt is van még benne cipzáros zseb, úgyhogy ezt nagyon szeretem. És igen, a válpántja. Ami egy egészen random kategória, mert sehova se illik, ez a kis... Csönd legyen? Ez a kis telefoncuppantó. Nem tudom, hogy mi a neve. Az a lényeg, hogy ezt így rá lehet cuppantani a telefon hátuljára, és lerakni így. Ezt már egy hol videómban mutattam, amikor megvettem, és ez volt életem legjobb döntése, mert valamiért én laptopon soha nem nézek YouTube videókat, hanem valamikor be van kapcsolva a laptop, előveszem a telefonomat, és elkezdek itt nézni rajta videókat. Nem tudom, miért van ez a megrögződésem, de valamiért nekem sokkal jobb, ha a telefonomon nézem. És most már nem kell a kézben tartani, hanem le lehet tenni, így szépen megáll, úgyhogy például evés közben, mert igen, szeretem az időt kihasználni ilyen szempontból, és kajálás közben is sokszor szoktam videókat nézni, így kicsit lerakom az asztalra, a kis cuppantósommal. Ez egyébként Born Pretty Store-ról van, 1-200 forint az ára. Kedvenc könyvem, visszajövök, érted, valamilyen Musso. Nem tudok franciául, úgyhogy nem tudom kimondani ezt a nevet. Szóval a Musso, visszajövök, érted. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó könyvelmény volt ez a könyv. Egy férfiről szól, aki rájön arra, hogy üresnek érzi az életét, és szeretne sikeres, gazdag és elismert lenni, ezért ott hagyja a mennyasszonyát, a barátait, szó nélkül egyszerűen New Yorkba költözik, és kitűz magára egy célt, hogy 15 év múlva a New York Times címlapján szeretne szerepelni, és igazából a könyv 15 év múlva kezdődik, amikor neki sikerül elérnie azt, amit szeretett volna, kikerült a New York Times címlapjára, hihetetlenül sikeres, gazdag, nagyon elismert a szakmájában, viszont nincsenek emberi kapcsolatai, nem boldog, egyszerűen üres az élete, és egy különleges lehetőséget kap a sorstól, vagy a karmától, mindegy, hogy minek nevezzük. Az a lényeg, hogy újraélheti élete utolsó napját háromszor, és ezt írja le ezt a könyv, hogy mit változtat, milyen döntéseket hoz, és utána ezeket hogyan változtatja meg. Nagyon szívhez szóló könyv szeretetről, szerelemről, sorsról. Aki szereti az ilyen típusú könyveket, az imádni fogja. Egyébként nekem az elején nem tetszett, másodszorra kezdtem hozzá, hogy elolvassam. Először kicsit csapongónak éreztem, aztán minél jobban haladtam előre a könyve, annál jobban észrevettem magamon, hogy nem bírom lerakni, és olvasom, egyre csak olvasom. Úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani nektek. Ugye ha már június felét azzal töltöttem, hogy semmit nem csináltam, vagy hát csináltam, és mindjárt ki is derül, hogy mit. Igazából filmeket néztem, sorozatokat néztem, stb. Kedvenc sorozatom a Carrie naplója lett. Egyszer régen emlékszem, hogy Facebookon már szóba került ez a sorozat, és nagyon sokan írtátok, hogy nektek csalódás volt. Nekem viszont az nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Szerintem szuper sorozat, és tetszett a sztori is. Persze nem úgy kell hozzáállni, hogy ez olyan lesz, mint a Sex és New York, mert totál más. Mert ugye a Carrie naplója a Sex és New York előzménye.
Nekem nagyon tetszett, szerintem tök jó volt a sztori is, Larissa volt a kedvenc szereplőm egyértelműen, és ami extra plusz pont, hogy az évadzáró, a második évadnak az évadzáró részébe Karin ugyanolyan magas sarkús póló volt, mint ami nekem is van is kedvencem, úgyhogy yeah! Nagyon sok Audrey Hepburn filmet megnéztem, amit eddig még nem láttam, és a két kedvencem a délutáni szerelem és a mókás arc volt. A mókás arc egyébként nagyon hasonlít az Ördög Prádát viselnek a sztoriára, viszont ebben nagyon sok énekes táncos jelenet van, úgyhogy ennek a filmnek nincs ilyen hú, de nagy sztoria, hogy milyen fordulatok vannak benne, mert igazából már az első 5 percben tudni lehet, hogy miről fog szólni, de a hangulata miatt érdemes megnézni, mint ahogy a régi filmeknek a többségét, mert annyira különleges hangulatot árasztanak ezek a régi filmek, különösen amiben Audrey Hepburn játszik, nekem nagyon-nagyon tetszenek. A másik kedvencem a délutáni szerelem volt, ami már sokkal inkább a vicces, romantikus Audrey Hepburn filmek közé tartozik. Ez egyébként egy fekete-fehér film, én imádom a fekete-fehér filmeket, aki nem szereti, az szégyellje magát, mert nagyon jók. Úgyhogy tényleg nézzétek meg, mert ennek nem akarok belemenni a sztoriába, mert szerintem hihetetlenül vicces, illetve nem is akarom lelőni. És romantikus is. Úgyhogy igazából az összes Audrey Hepburn filmet ajánlani tudnám, mert én elfogult vagyok az Audrey Hepburn filmekkel, ez a kettő volt az, ami kifejezetten ajánlok. Zenék. Kedvenc zenék, újra egy Justin Timberlake dal, a Not a Bad Thing, ami nagyon megszerettem. Igazából Justin Timberlake-nek bármilyen dala jön ki, bármilyen száma jön ki, az összeset imádom, és ezzel most is így volt. Egyébként ez nem most jött ki, már 1-2 hónappal ezelőtt, de most nagyon rákattantam, és rengeteget hallottam belőle. A másik kedvencem Lana Del Rey uralma volt. Egyébként, amikor így Lana Del Rey-be betört a zenei barba, akkor nekem nagyon nem volt szimpatikus, nem tudom miért. Utána elkezdtem hallgatni az albumát, és beleszerettem. És most az új albumával újra beleszerettem. Ne akkor hallgassátok, ha nagyon vidámak vagytok, nagyon pörögtök is, Ulisz hatnékotok van. Sokkal inkább ilyen merengős, vonatozós, buszozós, bár én otthon is nagyon szeretem hallgatni. Szóval inkább ilyen merengős zenéi vannak, de én imádom a kettő kedvenc dalom tőle. A Puskázók most a címről, mert ilyenkor mindig elfelejtem. Az Old Money és a Pretty When You Cry, és ha minden igaz, akkor már ezt a kettő dalt hallhattátok, miközben beszélek legalábbis. Ez a terv, hogy alatta fog menni. Egyébként, ha valakit érdekel, mivel mindig szoktátok kérdezni, a Stemmen az Essence-nek ezt a Smoky Eyes palettáját használta, amit a harmadik méterrel rendelkező Müller állványokban találjátok meg. Jaj, de fura ezt kimondani. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik egyébként, és oda vagyok ezekért a palettákért, már csak ahogy kinéznek, amiatt is. És egyébként ebben ilyen kis színecskék vannak. Lehet, hogy mire... Igen. Mire ezt a videót felrakom, már erről láthattok egy tesztet a blogon, úgyhogy majd nézzétek meg, ha érdekel titeket. Egyébként ez a szín valami álom. Nem tudom, mennyire látni, de egy ilyen irizáló lila csodaszép. Lényeg, ez lett volna az én júniusi kedvenceim videón. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!